Varga Judit Facebook oldalán néhány percen belül reagált a magyar Péter által közzétett hangfelvételre. Ebben kapcsolati bántalmazásról beszél, és megemlít egy konkrét esetet is, amelynek az elszenvedője volt. A korábbi igazságügyi miniszter azt is írta, volt férje már napok óta terrorizálta, így a hangfelvételen azt mondta, amit a férfi hallani akart, hogy minél előbb szabadulhasson. Döbbenet. Magyar Péter tényleg megtette. Ezzel zsarolt több mint egy éve. Így kezdődik az a Facebook poszt, amelyet Varga Judit tett közzé pár perccel azután, hogy Magyar Péter nyilvánosságra hozta a hangfelvételt. A korábbi igazságügyi miniszter azt írja, volt férje, nem méltó semmiféle bizalomra, mert szerinte hazudik és manipulál. Mint írja, gyomorforgató, minden újra eszébe jut, amin az elmúlt 16 év során végig kellett mennie. Varga Judit megemlít egy korábbi esetet is. Azt írja, egy januári estén otthonában aludt, amikor hajnal kettő körül férje hazaérkezett. Őrjönkve ment be a hálószobába, felkapcsolta a villanyt, és hallotta, hogy erősen ittas hanghordozással, válogatott szidalmakkal ostorozza, hogy hogy képzeli, hogy lejáratja a barátai előtt, mert nem tudta telefonon elérni. Varga Judit a korábban bevált módszert alkalmazta, nem reagálta a történtekre, és szótlanul tűrte, ahogy magyar Péter a hátához vágja a felkapott könyveket. Ezt követően pedig állítása szerint korábbi férje levette a nadrágját, és az övvel együtt azt is hozzávágta. Érezte a csatot, ahogy a hátát megüti, egyre kisebbre próbált összekuporodni, és várta a következő ütést, félt nehogy a gerincét találja el, de nem mert megmozdulni. Varga Judit bejegyzésében a kedreggel közzétett hangfelvételre is reagál. Mint fogalmaz, a sajtóban megjelenő plegykákat felolvasta, és mivel férje már napok óta terrorizálta, azt mondta, amit azt hallani akart, hogy minél előbb szabaduljon tőle. Szerint egy ilyen helyzetben minden emberrel előfordulhat, hogy megfélemlített állapotban olyanokat mond, amiket nem gondol komolyan. Bejegyzésének végén Varga Judit leszögezi büszke a Fidesz tagságára, és arra, hogy az Orbán Viktor vezette kormány igazságügyi minisztere lehetett. Hozzáteszi, Magyar Péter nem csak a saját családjának, de a barátainak és sok mindenkinek a környezetében rengeteg fájdalmat okozott. Újabb fájdalom ez most sok mindenki számára, hogy nézni kell ezt az aljas manipulációt, írja Varga Judit. Kora este Varga Judit újabb posztot tett közé, amelyben még részletesebben beszámol a kapcsolati bántalmazásáról. Szerinte Magyar Péter súlyos narcisztikus személyiség zavarban szenved. Varga Judit azt írta, hogy miután a HVG és Dezső András megkereste volt férjét, Magyar Péter fenyegető üzenetet küldött neki, amiben arra akarta rávenni, hogy azt mondja, semmilyen erőszak nem történt egy szokásos házastársi vitán kívül. A volt miniszter kitér arra is, hogy volt férjétől azután is fenyegető üzenetet kapott, miután kitette a Facebookra a kapcsolati erőszakos videót.